Elkezdett száradni az avar és a lehullott falevél a kertekben. Az egyre hűvösebb idő miatt pedig sokan ezzel kezdenek fűteni. Ez azonban tilos, veszélyes és káros, ahogy a szemét égetése is. A kéményben a lerakódott égés termék annyira leszűkíti a kémény nyílását, hogy az füst visszáramlást eredményezhet, így akár füst vagy szénmonoxid mérgezés veszélye is fennáll. Hogyha a szeméttel tüzelnek, az nem csak a levegőt szennyezés és a kémény lerakódását fogja eredményezni, hanem azt is, hogyha például két hétig hulladékkal fognak fűteni, tüzelni, akkor a kémény olyan szinten leszűkül, mint hogyha egy egész fűtési szezonban folyamatosan használták volna ezeket a tüzelő -fűtő berendezéseket. Egy kupac, vagyis megközelítőleg 100 kg avar égetése annyira káros, mintha 250 régi típusú autóbusz 24 órán keresztül folyamatosan közlekedne. Ez ráadásul értelmetlen is, hiszen a lehullott falevél a fafajtájától függően hosszabb vagy rövidebb idő alatt de komposztálható. A szárazgaj pedig jól hasznosítható kerti bográcshozásnál vagy szalonna sütésnél. Belterületen minden olyan helyen tilos ezeknek az avaroknak összegerebízett kerti hulladékoknak az égetése, ahol a szelektív hulladékgyűjtés megvan magyarul, biokukák vannak elhelyezve, ezeket a biohulladékokat a be kell gyűjteni, ezeknek az égetése tilos. Azokban az esetekben, ahol nincs még szelektív hulladékgyűjtés, ott a önkormányzati rendelet írja elő, hogy mely napokon és mely szezonban lehet kerti hulladékégetést végezni. De természetesen itt is a tűzgyújtási tilalmat, illetve a tűzgyújtási szabályokat be kell tartani, és figyelni kell lesz, hogy mikor van tűzgyújtás. Mert hiába engedélyezi az önkormányzati rendelet a szabadtéri égetést, a kerti hulladékégetést azokban a helyeken, ahol nincs szelektív hulladékgyűjtés. Ha a tűzgyújtási tilalom van, akkor a tűzgyújtási tilalom javarészt felülírja ezt. A külterületi égetésnél más a helyzet, azt engedélyeztetni kell az érintett katasztrófa védelmi kirendeltségen. Megyénkben négy településen, Nyíregyházán, Kisvárdán, Máté Szalkán és Fehérgyarmaton teheti ezt meg a lakosság. Az engedélyhez meg kell adni például az égetés napját, és hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre az oltáshoz. Vannak korlátozások is, például, hogy két hektárnál nem lehet nagyobb a terület. Bármit is égetünk, azt minden alkalommal felügyelet mellett tegyük, mert az elmúlt napokban is több olyan esethez hívták a tűzoltókat, amikor kerti hulladékot égettek, és az átterjedt a szomszédtelekre vagy épp melléképületek kaptak lángra.